Győzelemre vezette Gedeon a Hliba, az MTK szurkolók új totemállata a csapatot a 201. örökrangadó. Az MTK mérlege a Fradi ellen a Hungária körúton hazai pályán eddig is pozitív volt, de a szurkolók úgy gondolták, hogy az új totemállat még inkább segítségére lehet a kékfehéreknek. A Fradi szurkolók kabaláját, a zöld sast is meghívták a debütálásra, de nem jött. Azok, mint megtudtuk, hogy a sas nem megy idegenbe. Azt nem tudni, hogy emiatt-e, de ma két hosszabbításban lőtt góllal az MTK nyert 4-2-re. Szurkolók egyik és másik oldalon. Egy férfi válaszul izraeli zászlót feszít ki. Már 100 éve is hatalmas ütközetnek számított az MTK-FTC mérkőzés. Ezen az 1913-as gúnyrajzon a két klubelnök ütközetét látják. A 40-es években is a legendás Fradi idején, 15 évvel később is, Késhegyre menő csatákat láthattak teltházas stadionok. Az egymás hetszelése a 70-es években alábbhagyott, ám a 80-as évtized előhozta az indulatokat. Az MTK szurkolók most merészet húztak. Gedeon, nehéz volt megszületni? Én azt gondolom, hogy Gedeonnak nehéz volt megszületni. Ezt mondja a baráti kör elnöke. Több mint 1200-an szavaztak, és abból több mint 95% gondolta úgy, hogy a Liba lenne a legalkalmasabb. Ez a meccs előtt a közösségi portálokon éles vitát váltott ki. Mi nem provokálni szeretnénk ezzel senkit, egyszerűen csak egy barátságos, kedves, szerethető MTK-hoz kötődő kabala figurát szeretnénk a Hidegkúti stadionba hozni. József 1948 óta itt van, törzs szurkoló, ma 70 éves. 64 éve tűnt fel neki, hogy az apját gúnyolják. Ez nem szűnt meg egyébként? Nem, és büszke vagyok rá. Ezért jó választás? Nagyon jó, szerintem a legjobb. Nem lehetünk kecskék, meg lovak, mi csak libások lehetünk, az MTK-sok. Az utánpótlás csapatnak tetszik. Zöld sas néz le ránk egy szurkolói oldalról. Balázs, aki ennek a Fradista csoportnak készít képeket, azt mondja, az MTK-s idős szurkolók mondhatják csak, hogy ezt azért ne. De a többség számára a Liba oké. Okay. A Fradi szurkolók körében már más a helyzet. Figyelemmel követik, mivel az MTK ősi rivális, de úgy gondolják, hogy ez az MTK belügye és az MTK-nak a politikájába tartozik bele, hogy ők mit és hogyan képesek ezt megoldani. Gedeon bemutatkozására meghívták a sast, mégsem jött át az egyes villamossal a szomszédból. A kabályát az mindig csak a hazai mérkőzéseken van, és eddig még soha nem ment idegenbeli mérkőzésre, és ez ezután is így lesz. Ennek valami elvi oka van? Az, hogy csak hazai mérkőzés, hát ez mindenhol így van a világon. A meccs előtt 5 perccel elszakadt a cérna, már a Fradi szurkolói is türelmetlenkedtek. Aztán kijött Gedeon a csapatokkal, rögtön meg is kapta a magáét. A Fradi játékosok viszont kezet fogtak vele, és míg szambázott a füvön, biztatást kapott. Fotózkodott, majd ugrált a pompomos lányokkal. És így érezte magát a csapat első góljánál. Tánca azonban elhamarkodott volt, a Fradi egyenlített. És így fogadta az egyenlítő gólját a zöldeknek. Vannak, akiknek nem tetszik a Liba, mert nem oldja meg azt a feladatot, amelyre kiválasztották. Így szeretnék a szurkolók egy része megszelíteni az antiszemita, a hungarista, nyilas hagyományból fakadó előítéleteket. Én szkeptikus vagyok, hogy ez így sikerül-e a mai meccs tapasztalatai alapján is. A meccset a kékek nyerték, Gedeon marad a Hidegkúti stadionban.